úgyhogy most folytassuk. A kapcsoló zárójelben lévő forrás szövegét helyezze a címhez csillaggal jelölt végjegyzetbe. Na, ilyet is ritkán látni, általában lábjegyzetet kér. A végjegyzet szövege 8 pontos, karakterméretű és dölt stílusú legyen. Új oldalra is kerülhet, a kapcsoló zárójeleket a benne lévő szöveggel együtt törölje. Tehát ez a hatos feladat. Jó, akkor itt a zöld borsó, ide kell majd azt tenni, ez az a szöveg, Ctrl-X, ezt pedig kijelöltem, delete-tel töröltem. És akkor itt van, ide kell beszúrnom egy hivatkozást, lábjegyzet, végjegyzet beszúrás. Én nem szeretem ezt az automatizmust, ebből azokból kifolyólag mindig ide a panel megnyitása gombra kattintok, és akkor itt be tudom állítani, hogy lábjegyzetet vagy végjegyzetet szeretnék alkalmazni. A dokumentum végére egy végjegyzetet, és ugye csillag lesz az a karakter, amelyiket mindig meg tudom jeleníteni, egyes csillag. És amikor a beszúrásra kattintok, akkor egyrészt ott a betűméretnek megfelelő csillag, másrészt ide dob a dokumentum végére, ebben az esetben is Ctrl-V-vel be tudom illeszteni a már szereplő, a vágólapon szereplő szöveget. Ezt már csak 8-as betűméretűre kell állítani, mert ezt kérte és dölté kell tennem, és már is megvan a magam kis végjegyzete, hogyha ide fölé viszem, akkor rögtön megjelenik a hozzá tartozó szöveg. Hát ez volt a hatos feladat.